Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőjét. Családőrzők című műsorunk kezdődik. A vendégek már megérkeztek, és köszöntöm is őket. Nagy szeretettel Papp Csilla életvezetési szakértőt, párkapcsolati mediátort. Sziasztok, szeretettel köszöntök mindenkit. Itt van velünk most is Fekete Cseri Zsuzsanna, a Kerekvilágház Alapítvány szakmai vezetője, egészségfejlesztő és mozgásterapeuta. Üdvözletem, szervusztok! És most már másodszor köszönhetjük köreinkben Málesné Elekes Ritát, a Széna Egyesület a Családokért elnökét, maga is nagy családos és nagy családban nőtt fel, így aztán nagyon jót beszélgettünk egy héttel ezelőtt, köszöntelek! Sziasztok! A mai témánk egy kicsit kötődik ahhoz, amit a Széna Egyesületről megtudhattunk, és azok kedvéért, akik nem voltak velünk egy héttel ezelőtt, ha elmondanád, hogy mivel foglalkoztok mostanság a leggyakrabban? Mostanában a leginkább nagy problémának tapasztaltuk azt, hogy a fiataloknak a szociális kompetenciái nagyon leépültek. Részben a vírustól, részben már előtte is, tehát a digitális eszközöknek a használatával az, hogy magában nincsen élő kommunikáció közöttük, ez sajnos magával vonza azt, hogy nagyon nehezen tudnak egymáshoz csatlakozni, tehát hogy egymással kommunikálni, beszélni, sok a konfliktus, hogyha ne talán érintkezés van, és ezért kitaláltunk egy olyan programot, hogy emberré válni. Ezt igazából próbáltuk azokat az alapértékeket megragadni, amik az emberi válás folyamatához szükséges, és több témát járunk körül igazából, vagy lehetőséget adunk az iskoláknak, ahova elmegyünk, hogy ők válasszák ki, hogy az adott osztálynál, hogyha mit látnak legnagyobb problémának. Van, aki szexuális nevelést kér, van, aki kimondottan közösségfejlesztés, önismeretet, tehát ezek voltak leginkább, amiket így igényeltek az osztályok, és tényleg az a tapasztalat, hogy ezzel kell foglalkozni, kell tanítani őket arra, hogy pozitív visszacsatolást adjanak saját maguknak is, meg egyáltalán az, hogy beszéljünk arról, hogy mi az, hogy hála, miért érzünk ilyen dolgokat, és hogyan tudod jól érezni magadat, tehát azt hogyan tudod kialakítani, és ne túl sok gyerekben van ez a negatív visszacsatolás, negatív megerősítést ad magának, és észre se veszi azt, hogy milyen jó dolgok történnek körülötte, ami előrébb tudná vinni, és amitől jobb kedve lehetne. Ó, de béna vagyok. Igen, ezt akartam kérdezni, milyen veszélyekkel járhat ez? Hát ez annyira komoly veszélyekkel tud járni, hogy egész öngyilkosságig tud fajulni. Tehát, hogy ez a saját magukat bántják, fizikálisan is, tehát, hogy ez tényleg már olyankor szakembernek a bevonását kell javasolni, hogyha ilyennel találkozunk. Ami nagyon komoly dolog tényleg, és mennyire éritek el, mennyire ismeritek fel ezeket a problémákat, mert azért ez is kérdés, hogy egyáltalán vállalják-e, nyitottak-e a mai fiatalok annyira, hogy elmondják, hogy ilyen problémájuk van, hogy vagy a szülő felelőssége, vagy a tanár felelőssége, kinek kell ezt tudni észrevenni? Nehéz az, hogy hogyan veszed észre. Igazából nagyon figyelmesnek kell lenni, és nagyon figyelni kell a jelekre, hogy látsz a gyereken bármi olyan sérülést, amit valószínűleg nem véletlenül szerzett. De ha már olyanja van, már régen rossz. Hát, de sok esetben akkor van nyilvános tünete. Tehát, hogyha nem beszél róla, mert azért sok fiatal nem is beszél róla. Tehát az, hogy hogyan jutsz el ahhoz, hogy valaki felé merje nyitni, és elmerjed mondani, az egy hosszú folyamat. Már az is, tehát, hogy amíg belegörgeti magát ebbe a negatív spirálba, azt, hogy hogyan tudod feloldani, azt nagyon nehéz. A felsősöknél inkább azt mondanám, hogy a korosztály, tehát hogyha van egy olyan figyelmes osztálytársa, vagy ne adj Isten, nyitna valamelyik tanár felé, vagy olyan felnőtt kapcsolata, akiben megbízik, és mer neki szólni, hogy problémája van, akkor ott egyből lépni kell, tehát hogy ott kell keresni a lehetőségeket, hogy milyen szakembert is hogyan lehet bevonni.
hogy ha nem ennyire veszélyes a dolog, akkor nagyon sokat tud segíteni egy beszélgetés, vagy többszöri beszélgetés a coaching technikával, vagy egyszerűen tényleg ez a segítő, támogató beszélgetés is nagyon, nagyon hasznos tud lenni a gyerekeknek, és teljesen fel tudja őket oldani, és egy kicsit irányba tenni, hogy pozitív gondolatokat is keressen az életében, ne csak a negatív körül pörögjön. Tapasztaljátok ti is, hogy ez most egy picit gyakoribb jelenség? Én abszolút tapasztalom, sőt, ahogy itt hallgattalak, az forgott a fejemben, hogy ugye hol vannak a szülők ilyenkor, mert hogy ugye amikor már ott vannak a szuicidítás nyomai, vagy a kísérlet nyomai, akkor ugye, ahogy te mondtad, szinte már, hát azért ez már egy előre haladott állapot, nem azt mondom, hogy túl késő, mert mindent vissza lehet hozni, de hogyha látom a gyerekemen, hogy nem beszél, hogy rossz a hangulata, hogy mondjuk olyan társaságba jár, most nem a Covid alatt, ez egyáltalán általánosan, olyan gyerekekkel veszi magát körül, vagy nem is ismerem a barátait én, mint szülő. Tehát arra törekednem kell, hogy ismerjem, és ugye nyilván, ha a születésétől kezdve én úgy neveltem őt, és nálunk rend volt a családban, szeretet volt, és egyéb értékek voltak, akkor elvileg a gyerekem nyit is felém. Nyilván a kamaszkor egy másik szitu, de akkor is azt gondolom, hogyha egészséges a szülő-gyerek kapcsolat, normális a kötődés, a testvérek között is normális a kötődés, tehát rendben van, akkor nem szoktak ilyen, úgymond kihágások lenni, vagy ilyen devianciák lenni, hanem csak apró dolgok, amiket el lehet simítani. Amikor már ilyen helyzet van, én azért azt gondolom, hogy a gyökérhelyzet mindig az alapcsalád és a szülők. Tehát ahol a szülő nem szereti magát, és nálam ez a vesszőparipám, hogy nem szereti magát, hogyan tudna a gyerekének megmutatni azt, hogy a gyerek hogy szeresse magát, és egyáltalán gyerek szerethető. Na most, ha én, mint szülő nem tudok a szeretetről, vagy a szeretetből mutatni, adni, akár magam felé, akár a gyerekem felé, vagy a testvérek között, akkor nyilván ott már elindul egy betegség a családban, tehát már nem olyanok a kapcsolódások. Ez az egyik. A másik, hogy nekem rengeteg kamaszom van, aki eljön hozzám, felsősök és középiskolások, és még főiskolások is, és mindenki egyöntetően azt fogalmazta meg, hogy kötelezően tanítani kellene azt, amit mondjuk én csinálok, mert hogy életvezetést kellene tanítani. Egyáltalán önismeretet tanulni, hogy mi is az önismeret, mert nagyon sokan azt hiszik, hogy elmennek egy önismereti tréningre, azt hoppá elvégzik, és akkor hú, jól megismertem magam. Hát nem. Ez ugye egy élethosszig tartó folyamat, ez a lifelong learning, így hívja a szakma, ez az élethosszig tartó folyamat, végig ismered, tanulod magad, szkeneled magad, javítod magad, és ugye az lenne az önismeretnek a lényege, hogy valahogy az utamra találjak, megtaláljam a küldetésem, azt, hogy mi a fontos nekem, miben vagyok jó, miben vagyok kevésbé jó. Mindenkinek van óriása, törpéje, gyengéje, erőssége, nagyszerűsége, minden, tehát mindenkinél megvan ez, de valahogy ugye útra kéne terelni, de ahol a szülő valamiért nem tudja, mert ő sem kapta meg, nincsenek erőforrásai, eszközei, akkor ugye jó, hogyha egy hozzáértőt bevonnak, egy szakembert, hogy egyáltalán azok a lámpák felvillanjanak, amik ahhoz kellenek, hogy ez a gyerek magára találjon, vagy utat találjon. Tehát ez egy nagyon hosszú téma egyébként. Az. Én egy kicsit nehezebbnek érzem a mostani szülőknek a helyzetét, mert hogy régebben is voltak generációs ellentétek, meg a nemzedékek közötti szakadékokról beszélgettünk. Ez most nagyon-nagyon hatványozottan igaz a mai világban, ugyanis a digitális benszülött gyerekeink, azok maguktól értetődő természetességgel kezelnek minden kütyüt, pár hónapos koruktól elkezdve. Tehát döbbenet, hogy hogyan tanulja meg az egészen aprócska kéz húzkodni a monitort, vagy a telefonnak, elképesztő, hogy nekik ez mennyire természetes. Mi még, hogyha telefont váltunk, mert a régebbi ilyen funkciókat a másik, és már akkor is gondolom, hogy is vagyok most. Unoka segít meg. Igen, és akkor unoka segít. Igen. Tehát, hogy ezért nagyon-nagyon nehéz észrevenni azt is, ha baj van. Mert régen, amikor a nagy család egybe járt, és ott voltak a nagynénik, a nagybácsik, a komák, a keresztülők, az unokatestvérek, előbb-utóbb valaki volt, aki azt mondta, hogy te ezzel az ancsával valami nincs rendben, mert nézd már meg, megint lóg a haja, meg nem eszik, meg nem beszélget, meg megint magába fordult, meg megint csak duzzog, vagy elbújik, vagy... Tehát, de amikor kettő gyerek van otthon, és anya is, meg apa is pörög, és mindenkinek megvan a saját kütyüje, amit nyomkod és varázsol vele, nem fogja észrevenni, hogy az ő gyereke már kőkemény addiktív. Most ugye én mindig példákat tudok hozni az életünkből,
Az elmúlt hétvégék, valamelyik hétvégén jártam egy vidéki városban, ott is van egy terápiás ház, ahol én segítem, mentorálom őket, meg szupervizor vagyok, és egy szülőpáros jött hozzám. Ismerem őket, 2-3 éve beszélgetünk, már így fél évente szoktunk találkozni, és én mindig figyelmeztettem minden alkalommal őket, hogy baj van, rossz az irány. Gyerekek, ha nem változtatok, ez zátonyra fogtok futni. 3 gyerekük van, a 3-ból 2 olyan addiktív, ha lekapcsolják a wifit, törnek, zúznak. És apa még mindig abban bízik, hogy de nem lehet teljesen elvenni tőlük, és mondom, értsd már meg, hogy ez már szakember kérdése. Ez már nem azon múlik, hogy a te jó érzésed mit mond meg, hogy most sajnálod, vagy nem sajnálod a gyerekedet, azt kell megértened, hogy teljesen mindegy, hogy a gyereked lövi magát szerekkel, vagy ezt csinálja, mert az eredmény ugyanaz. Elvonja a világtól, már nincs jelen. Nem tudsz közösségi kapcsolatot, nem tudsz társadalmi kapcsolatot, nem tudod elvinni egy helyzetbe. Miért kell nekem oda menni? Ez az első kérdés ezektől a kamasz gyerekektől. Miért kell nekem oda menni? Én itthon maradok, el vagyok én itthon is. Tehát amikor ilyet mond egy gyerek, akkor az egészen biztos, hogy őneki a kötődései az már zavart szenvedtek. Tehát ott már ez egy nagyon komoly figyelmeztetőjel. Tehát én azt gondolom, hogy a mai társadalomban a szülőknek olyan varázs mondatokat kellene adni, amit ha meghall, akkor ez figyelemfelhívó neki, hogy úristen, hallottam, hogy ez már rosszat jelent. És nem mondjam azt, hogy ó, az én gyerekem az rendben van, hiszen tegnap is milyen szépen megmosta a fogát, mikor szóltam neki. Vagy bármi más, mert önigazolásokat fognak gyártani a szülők, ugye mindegyik a saját gyerekének a védelme, mert szuperlatívuszokba képes gondolkodni. Az egyik dolog ez. A másik dolog, amit Rita az előző alkalommal említett, hogy ugye a 4 gyereknél nem tudja mind a 4-nek fogni a kezét, hanem meg kell bíznia abba, hogy az az első 2, akik már nagyobb bacskák, ők majd megoldják az életüket. Na pontosan ez az ősbizalom az, ami a gyerek önbizalmának az alapja lesz. Most akit tutulgatnak, meg dédelgetnek, vagy folyamatosan ellátják mindenféle lehetőséggel, és mindentől is megmentik. Látok ilyet, bemegyünk étterembe, és a szomszéd asztalhoz leül egy család, szemmel láthatóan egy gyerekes család, látszik a viselkedésükön, ahogy fog. Apuka már szedi elő a tabletet, és rakja a gyerek elé. És a gyerek ül a székbe törökülésbe, és várja a pincért. Tehát, hogy így értitek? Mert annyira gondoskodni akarok róla. Tehát, hogy azt hiszem, hogy ezzel teszek neki jót. Tehát a szülőket is fel kellene világosítani, hogy azért, mert a szomszéd is ezt csinálja, nem biztos, hogy neked is ezt kell csinálnod. Tehát, hogy nagyon nagy baj van, mert minél több időt töltenek a digitális világban a gyerekek, annál inkább tűnnek el a valódi életből, és szépen halványulnak el, és lényegülnek át. Én szoktam mondani a szülőknek, hogy Isten hozott a Mátrixban, mert ez lesz a végeredmény. Tehát, hogy vegyük már azt észre, hogy a gyereknek akkor lesz élő kapcsolata a világgal, ha én példát mutatok, és nekem élő kapcsolatom van a világgal. Hogyha én mondjuk egy 4 gyerekes családnál mondtam most ezt nem régen valakinek, hogy mindegyik gyereknek iszonyatosan fontos az, hogy csak az enyém az anya. Csak rám figyel, csak velem van. Mi lenne, hogyha azt a napi 1 óra sétált, hétfőn egyik gyerek, 2, másik, szerdán 3, csütörtökön 4, pénteken a férjeddel mész sétálni, aztán szombaton mehet az egész család vasárnap, vagy szombaton legyél egyedül vasárnap, meg menjen az egész család. És akkor mindenkinek megvan az, ami az én idő, meg a velem idő, anyának is van én ideje, milyen fontos ezt megtanítani a gyerekeknek, ugye, hogyan mutatom meg, hogy szeretem magamat, hogy szánok magamra időt, és nem leszek áldozat. Tehát, hogy nagyon-nagyon óriási nagy a merítés, de most én azt látom a legnagyobb bajnak, hogy a szülők nem látják, hogy gond van. Tehát ezelőtt 20 évvel látták, hogy berugott és részeg. Hát, vagy látják, hogy gond van, csak nem tudnak nincs erejük ahhoz, hogy ők is tovább lépnek, mert ők is bajban vannak. Tehát, hogy azért a szülők is végeznek a melóval, és akkor azt mondják, hogy sok esetben nekik is az a kikapcsolódás, hogy leülnek, és akkor ott vége a dalnak. És egyébként ezért kell tehát most, ha visszatérünk egy kicsit a fiatalokra, ott még mindig azt tudjuk segíteni, ez a közösség fejlesztéssel nagyon sok mindent lehet nekik segíteni, és tehát ezzel nincs a világ vége, tehát, hogy ugyanúgy működnek a gyerekek, csak foglalkozni kell ugyanúgy velük, ahogy eddig is. Tehát, hogy meg kell adni ezeket a löketeket, mert ugyanúgy ők is félre tudják tenni a telefont, tehát, hogy tudnak egymással beszélni, tök jó kapcsolatok tudnak kialakulni, csak ennek lehetőséget kell teremteni.
például táborokban sok esetben elvenni a telefont, hogy akkor egymással fognak foglalkozni, tehát vannak erre technikák, de való igaz, tehát hogy a szülő-gyerek kapcsolatnál ezt hát figyelmesnek kell lenni, más nem lehet mondani. Tehát ez az aktív figyelem, meg az, hogy felé forduljál. Sok gyerek egyébként azért csinálja ezeket a dolgokat, hogy felhívja magára a figyelmet. Mert innentől indul el a tünetel, ahogy beszéltük, és akkor onnan megyünk vissza a szülőkhöz, mert mindig a szülőknél van a probléma. Tehát a gyerek, amit hordoz, az mind tünet. Mindig tehát, hogy ami megjelenik intézményekben, azzal mindig a szülővel kell foglalkozni, és azt nagyon nehéz elérni, hogy a szülő önként vállalja azt, hogy ő felvállalja azt, hogy nála probléma van. Tehát, hogy ezt szerintem a legnehezebb átugrani, hogy ezt az ismeretet elfogadja magáról. Még nem is azt gondolom, hogy azt fogadja el a szülő, hogy probléma van vele, hanem hogy rossz ismeretek alapján tájékozottam eddig. Tehát, hogy nem volt elegendő tudásom, tapasztalatom, és én csupa jó szándékból követtem el a gyerekem ellen ilyen-olyan nehézségeket, mert hogy engedékeny voltam, mert hogy ilyen voltam, olyan voltam. Tehát a szülő nem rossz indulatból csinálja meg, nem azért, mert nem szereti a gyerekét, vagy nem akar vele foglalkozni, hanem mert nincsenek jó technikáik. Tehát amikor nekünk azt mondja egy szülő egy ilyen beszélgetésen, ahol a családokkal beszélgetünk, és ezt miért nem mondta nekünk senki azelőtt, mielőtt a világra hoztuk a gyereket? Ez olyan sokszor hangzik, ez a kérdés. Generációs probléma egyébként, mert a szülőknek a szülei sem adták át jól ezeket, nincsen jó minták, úgyhogy sok esetben van már a szülőknek, tehát a nagyszülői generációban valamilyen szenvedélybetegség, ami öröklődött, hogy akkor őt elhanyagolták, rossz volt a kötődés, nem tudott, és ő sem tudja a saját gyerekével addig, amíg ezt magában nem rendezi le, hogy ezt így el tudja fogadni, hogy neki mi volt a probléma. Csak én gondolom úgy, hogy a szülővé válás az élet. Végül is nincs ilyen iskola, és igazából nem tanuljuk semmilyen iskolában, hogy leszel majd te jó szülő. És ez eddig se volt, hogy a szülővé válás az ösztön, ami a gyermek érkezésével együtt kialakulhat a szülőben. Tehát csak azt követjük le, amit már láttunk, nincs saját változásunk. Nagy baj van, Csilla, ugyanis a te anyukád még nem tudta az interneten kiguglizni, hogy ez vagy az a probléma, mit csináljak. És lehet, hogy ez jó tette, de nem tudom. Használta a józan eszét, és megoldotta, meg megkérdezte a bölcseket, akik támogatták és segítették őket. De erről beszélek, hogy ez a baj, hogy a bölcsek most nem tudnak segíteni, mert a bölcseknek nincs arról semmiféle információjuk, hogy ez a paradigmaváltás mit hozott a mai életkorba. Nem tudják, tehát nem látja, nem értik. Beszél az unoka, és nem tudom, milyen nyelven beszél hozzám. Mert hogy nem értem a szavait sem, és tényleg erről van szó adott esetben, és ott nagyon-nagyon nehéz okosnak lenni. Aztán ez az egyik dolog. A másik dolog, ugye szeparálódtak a családok. Mm. Tehát a régi nagy családok, ahogy mondtam, támaszkodhattak egymásra. Tehát ott mindig volt egy valaki, aki tudott figyelni a kölökre. Hát itt most az a te két szemed legyen rajta, mert nincs rajtad kívül se közel, se távol senki. Vannak családok nálunk, ahol beköltöztek Székesfehérvárra, 80-102-300 kilométerre a nagyszülők. Ide beérkezik egy család, nincs se unokatestvér, se senki. De Isten igazándiból nekik még baráti körük sincs, mert ugye az is évek, mire egy felnőtt ember is egy baráti szociális hálót maga köré tud szőni. Nincs senki, magukra vannak utalva. Bármi gondjuk, bajuk van, csak saj, és akkor marad az internet varázslata. És ez nem lehet probléma, hogy a szülőnek kevés ideje van megtanulni a gyerekét? Tehát teszem azt, én visszaemlékezem arra akkor, amikor még 3 évet otthon voltam, ugye gyesen, hogy tanultam meg az ő sírását, amit ezzel ki akart fejezni, vagy a mozgását. Tehát, hogy az ember úgy tanulta folyamatosan, hogy most ezután mi jön, a rohanó világ, nem tudom, ezt mennyire befolyásolja. Az is befolyásolja, meg az is, hogy én tudok második gyerekes anyukát, aki nem tudja megkülönböztetni a gyerekének a sírását. És én mondom neki, hogy ennek a gyereknek most nincsen semmi baja azon ki, hogy altatja magát. Vagy hallom a sírásából, hogy annak a gyereknek most az a gondja, hogy fáj valamie. Honnan tudod? Hát mert máshogy sír. Hát onnan tudom. Miért? Mert van önbizalom, mert van egyfajta magamba vetett hitem, hogy én elmerem hinni, hogy én jól tudom. Anyukáknak nagyon sokszor mondom, hogy ott van az iránytű benned, bátra hidd el, hogy jól csinálod.
merjed fölvállalni az ösztönből jövő érzéseidet, és itt az ösztön. Ne haragudj, félbeszakítottalak. Mindegy, a tapasztalás a lényeg, ezt akartam egyébként, hogy a tapasztalás nagyon fontos, és szerintem az lehetne egy nagyon jó preventív megoldás, hogyha valamiféle, ha nem is szülők iskolája, de valamiféle olyan tréningek lennének, amik szülőknek adnak, olyan, azon szoktunk csinálni ilyen szülőtréningeket. Igen, meg kell találni, hogy hol van. Tehát, hogy olyan szülői tréningeket, mert nekem is ugyanígy mondják, hogy miért nem tudtuk ezt mi plehagni, akkor párterápiára jönnek hozzám, és szóba jön úgymond a család, a tágabb család, a gyerekek, az önműködésük, hogy ők miért nem tudták ezt eddig, és hogy miért nincs erről valahol valami, és hogy valaki, meg hogy miért nincs ez összefogva mondjuk országosan, mert ugye ez ugye nagyon szép, hogy van egy egyesület, és jót akartok, de hogy valahogy ennek szerintem egy globalizáltabb, nagyobb teret kellene adni, hogy tényleg mindenkihez eljusson, akinek igénye van rá. Mert tényleg most egy 25-30 éves nő, aki tegyük fel egyetemre járt 25-26 éves koráig, utána megismerkedett X-el, aztán családot alapítottak, született gyerek, lehet, hogy nem élnek a szülei, lehet, hogy távol vannak, nincsenek annyira barátai másik város, amit te is mondtál, Zsuzsi. És akkor hogyan? Egyébként van kezdemény egyébként szülőakadémiára. Van egy ilyen a családbarát non-profit KFT Magyarország, Pesten vannak köz, ott próbálnak csinálni ilyet, és csak az, hogy ez is egy pozitív dolog, hogy az én nagy gyerekeim, az ő generációjuk, én azt veszem észre, hogy ők meg kezdenek megint visszacsatolni. Ők egy másik tudatosabb életvitelt folytató fiatalság. Igen. Már több gyerek, tehát hogy az én gyerekeimnek a korosztályánál egyre több gyereknél van kisgyerek, tehát hogy, és ők valahogy már másképpen állnak hozzá. Tehát, hogy kezd ez egy kicsit a helyére billenni. Tehát, hogy még a mi generációnkban teljesen van egy ilyen nagy szétúszás, tehát nagyon sok válás, nagyon sok patchwork család, nagyon sok olyan dolog, ami megbillenti az embereknek a hétköznapjait, de én most úgy látom, és én ezt nagyon örülök neki, hogy van egy ilyen új vonal, hogy sokkal több házasság van, tehát hogy sokkal jobban próbálják mederbe terelni. Igen, elindult egy visszarendeződés, igen, de igen. Nyilván ez nem vissza, hanem egy újrarendeződés. Vagy újrarendeződés, igen, de hogy van jó oldal is. A többivel meg még van dolgunk bőven, tehát hogy nagyon sok ilyen program érdekelne, kell. Érdekelne, hogy milyen rétek jelentkezik arra a bizonyos tanfolyamra, vagy nevezzük, ahogy nevezzük, amelyet szülőknek szoktatok szervezni, ahol tanulhatják a szülővé válást. Ezeket a tréningeket most online szerveztük egyébként a pandémia miatt. És akkor nem láttátok, hogy ki van a másik oldalon. De, mert tehát tréning jellegű volt, tehát ilyen 12-20 fő között voltak, akik részt vettek ezeken. A generációs problémák körébe ott nagyon érdekes volt, mert volt a 21 évestől a 72-ig. A digitális fásultságnál ott főleg kamaszoknak a szülei voltak, akik résztvevők voltak, és a szexuális nevelésen ott nagyon vegyes volt, ott is a 25 évestől kezdve a 70 évesig különböző, és volt, aki szakemberként volt, ott volt, aki szülőként, tehát az tényleg nagyon vegyes volt, és akkor tartottunk még egy előadást is, mert akkora nagy volt az igény a tréningre, és az előadásra is 70-valahányan bejelentkeztek, tehát hogy tényleg nagyon érdekli az embereket, hogy hogyan tudnak a gyerekeiknek segíteni, és mindig rájönnek arra, amit itt is mondtunk, hogy ez magán kell, hogy segítsen, és akkor tud segíteni majd a gyerekeinek is. Igen, ez az alap. A szülő mindennek az alapja, és hát nyilván az ő szülei, és úgy tovább, és mehetünk itt hetedízik. Én kitörési pontnak egyébként azt látom, hogy például az általános iskolák programjába betenni az, hogy családi életre nevelés, ahol ott beszélgethetünk arról, hogy én miért választok magamnak párt, hogy azt hogyan fogom én annak idején kivitelezni, hogy hogyan lehet arra felkészülni, hogy mi az, hogy testvérkapcsolat, hogy mi az, hogy a pénzbeosztás, hogy az mi az, udvarlás, hogy a munka megosztás, hogyan tudok egyáltalán. Tehát annyi mindent megtanulunk Venezuelának a nem tudom én milyen kukoricatermelésétől elkezdve az akármit, de közben meg nem tudok a legalapvetőbb kérdésekre sem válaszolni. Tehát, hogy én nagyon fontosnak tartom
tartanám azt, hogy ezt, ha kell, igenis intézményes szinten visszahozni azt, hogy mi az, hogy családi élet, mi az, hogy családi szerepek, millió dolog, ami ehhez kötődik. Törvényileg van a NAD-ba, és igen, és a felső, tehát az etika órán belül, hogyha olyan a tanár, akkor elég jól át is veszik, meg nagyon jó program még ez a boldogság óra, nem tudom, mennyire ismeritek. Tehát, hogy vannak ilyen kezdeményezések, és ebben is jó úton járunk egyébként, mert egyre jobban kap figyelmet ez a téma. Én bízom benne, hogy a mai beszélgetéssel is elértük azt a célt, hogy gondolkodásra késztessük a családokat és a nézőket. Nagyon köszönöm nektek a beszélgetést Bálesné Elekes Ritának, Fekete Cseri Zsuzsannának és Pap Csillának, és természetesen hálásan köszönjük a Fehérvár Televízió nézőinek is, hogy velünk voltak. Családőrzők, legközelebb egy hét múlva. Viszontlátásra! Viszontlátásra!